Kedves nagy tiszteletű úr, kedves főgondnok úr, kedves egyháztanácstagok, nagyon nagy megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Antal Marian vagyok, a Miskolc Diósgyőr Vasgyári Református Egyházközség lelkipásztora. Családom nevében nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Pozsonyi úti Református gyülekezetet. A Jóisten áldása legyen mindannyiójukon. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljátok el helyeteket, testvéreim! Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük és magasztaljuk mindenható Urunkat a 19. Zsoltár első és második versének éneklésével. A 19. Zsoltárnak első verse így kezdődik, az egek beszélik és nyilván hirdetik. Áldás békesség, nagy tisztelettel üdvözlöm nagy tiszteletű Antal Marian lelkészasszonyt, a lelkészválasztás első ige hirdetőjét, és Szigeti János lelkészi és Szántai László világi tanácsost. Folytassuk tovább, testvéreim, Istenünk magasztalását. A kiírással ellentétben a 225. dicséretet énekeljük, a 225. éneket énekeljük, mind a 6 versét
első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Köszöntelek benneteket, testvéreim, az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét olvasom előttetek Királyok második könyvének negyedik fejezetéből. A negyedik fejezetből így hangzik az első 8 vers, hallgassátok a következőképpen. Egyszer egy próféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mi van te nálad? Az asszony így felelt, nincs egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj kér kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment és bezárta maga és fiai mögött az ajtók, azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának, tégy elém még egy edényt, de az így felelt neki, nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj, és az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szól, eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat, ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását. Krisztus beszéde lakozzék köztünk gazdagon, és teremjen jó gyümölcsöt, ami mennyei atyánk dicsőségére. Amen. Testvérek, készüljünk imádsággal mindenható Istenünk színe elé. Hajtsuk meg fejünket, emeljük fel szívünket. Drága Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy meghallattad velünk a harang hívó hangját, hogy itt lehetünk a te hajlékodba. Urunk, nem is gondoltuk volna, hogy mennyi mindent tudunk eléd hozni. Tudunk eléd hozni bánatot és fájdalmat, de tudunk eléd hozni örömet és reményt is. Arra kérünk téged, mennyei felség, hogy hagyd dicsértessék a te neved a mi életünkkel. Hagy tudjunk olyan igehallgatók lenni, akit igazán szívem talál a te igédnek szava, hogy mindannyian úgy érthessük az igét abban a helyzetben, abban az állapotban, abban a békében, vagy esetleg haragban, amiben van a szívünk, hogy te azt formálni tud. Urunk, add nekünk azt a lelkületet, hogy engedjük, hogy a te szent lelked munkálkodjon az életünkbe. Így kérünk téged, mennyei felség, légy jelen közöttünk, a mi Isten tiszteletünkön. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetés szolgálatára. Az ige hirdetés szolgálatára készülve énekeljük a 809. dicséretet. A 809. dicsérettel magasztaljuk mindenható Istenünket, mind az 5 versével. Így kezdődik első verse, Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. Thank you.
Hallgassátok meg, testvérei, miként szól hozzánk Istennek írott igéje Máté evangéliumának 6. fejezetéből. A 6. verset olvasom, hallgassátok a következőképpen. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Kedves testvérek, a kedvenc történeteim közül hoztam az egyiket erre a mai napra, ami számomra minden esztendőben és minden olvasáskor valami újat és újat hoz. Hát így volt ez az elmúlt héten, a múlóban lévő héten is, számomra is újat hozott ez a régen ismert és sokszor már egzegetált történet. Amikor belépünk egy szobába, valakinek a házába, akkor általában van bennünk egy kíváncsiság. Vajon mi van ott, milyen emberek élnek, kik vannak éppen akkor otthon, milyen közöttük a kapcsolat, talán megnézzük azt, hogy milyen faliszőttesek vagy tányérok vannak a falon, úgy az ember úgy megpróbál egy kicsit körbenézni. Van, aki azt mondja, hogy ezt nem illik, de hát a kíváncsiságunk az olyan, hogy az ember körbenéz, és még hogyha nem is tekintene kifejezetten egy-egy dologra, emberre, akkor is érzi a légkörét, érzi az áhítatát annak a helynek, annak a háznak, annak a családnak. Ma egy bibliai családnak az életét látjuk meg, és egy pillantás alatt, amint belépünk ebbe a történetbe, ennek az özvegyasszonynak a házába, abban a pillanatban üzenete is van számunkra, amit ott látunk. Hallottjuk a történetből, hogy ennek a hölgynek meghalt a férje. Ez az asszony most éppen azon az úton kellene, hogy elinduljon, ami a gyásznak a folyamata, de hogy valahogy ezt vagy sürgetnie kellene, vagy nem tudja igazán megélni, mert egy nagyobb fenyegetés az, ami erőt vesz és úrrá lesz rajta. Mi történt ekkor? Miután meghalt a férje, ez egy olyan helyzetet idézett elő, hogy nem csak a férj halt meg, hanem vele együtt meghalt meg annyi minden. Meghalt vele a remény. Meghalt a jövő hétnek, a jövő hónapnak a tervezése. Mindaz, amit eddigi életükben ők kigondoltak, megalkottak. Meghalt vele minden álom, és minden, ami a jövőről szólt, a közös létről. Sokkal többről van szó itt, mint csupán gyászról. Ezt a helyzetet látjuk és találjuk, és itt eszembe jutott gimnazista korunknak akkor egy-egy kedvenc verse Tóth Árpádtól a Meddő órán, ami így ír, és talán nagyon jól leírja azt a pillanatot, amikor mi meglátjuk ezt az özvegyasszonyt. Magam vagyok, nagyon. Kicsordul a könnyem, hagyom. Viaszos vászon az asztalomon, s farigcsálok lomhán egy dalon. Bús, szánalmas figura, én, s magam vagyok a föld kerekén. Valahogy ilyen helyzetbe csöppenünk be. Egy kétségbe esett, gyászoló, fájdalmában ott lévő asszonyt látunk. Annyi minden tehetett volna ez az asszony. Kétségbe eshetett volna. Talán szuicid hajlama is lehetett volna, hogy arra gondoljon, hogy eldobja magától az életét. Mehetett volna a szomszédba siránkozni, vagy talán, amit sokszor szoktunk mi is, a sebeinket nyalogatni, amit tudjuk, hogy nem vezet jóra. Annyi mindent csinálhatott volna ez az asszony. És annyi mindent csinálunk mi is kétségbeesésünkbe. Valaki kiabál, lármáz, van, aki teljesen magába zuhan, mindannyian mások vagyunk, de most a Szentírás elénk tár egy hívő családot. És ez az asszony nem máshoz megy, mint Elizeushoz. Az ő nevének jelentése Isten megsegít.
egy példát ad elénk, egy utat mutat a mi családjaink számára. Ha baj van, ne lármázz, ne kiabálj, ne bújj be és gubózz be saját magadba, hanem kiálts Istenhez. És talán itt már véget is érhetne az üzenet, mert hogy olyan példát állít előttünk, ami hiszem, hogy mindannyiunk családjában már jelen volt, és megtapasztaltuk, akár többször is az életünkben az Istennek eme megmentő kegyelmét. És akkor jön Elizeus, és azt várja az ember, főleg aki ért a lelki gondozáshoz, hogy ő ad valamit, vagy segélyez, vagy valamit hozzátesz ennek az asszonynak az életéhez. És erre kérdést teszt föl neki. Mi van nálad? Mi van a te házadban? A világi gondolkodás ettől megáll. Én kérek segítséget, és még arra kíváncsi az Isten embere, hogy mi van nálam? Erre a kérdésre én hiszem, hogy sokan nagyon nehezen tudunk válaszolni. Mi van nálad? Mi van a te házadban? Annyira kényelmetlen és annyira kellemetlen sokszor megvallani, hogy talán üresség, talán fájdalom, talán válás, talán megcsalás, talán egy rezignált helyzet, talán egy félelem a holnaptól, talán anyagi gondok, annyi minden lehet, amire rákérdez a mi életünkben is. Ez egy fájó és nehéz kérdés. Nehéz bevallani, hogy ha nincs energiám, nehéz bevallani, hogy egyszerűen nem tudok figyelni azokra a dolgokra, amik fontosak lennének, mert elveszi a baj, a nehézség az életemnek azt az energiáját, figyelmét, perceit. Olyan nehéz bevallani ezt. És mégis Elizeus, az Isten embere ezt kérdezi ettől az asszonytól, mi van nálad, mi van a te házadban? És ez az asszony megmutatja. Nincs más a te szolgálód házában, csak egy kevés olaj. Elgondolkodhatunk az olajról, hiszen lehet, hogy a rántott hús sütéséhez egy-kettőhöz talán még elég lett volna. Elgondolkodhatunk az olajról, mert régen királyok fejét kenték meg olajjal, betegségre is gyógyír volt, sebekre, sok minden jelentése van. De hozzáteszi, hogy egy kevés, és nem szégyelli. Megmutatja Istennek azt, amilyen van, ami maradt. Nem bújdosik el előle, és a megoldás az itt kezdődik. Olyan jó lenne, hogyha mi is egy olyan helyzetbe érünk, egy életszakaszba, amikor még úgy érezzük, hogy ilyen helyzetben nem voltunk még. Nincs előttünk minta vagy példa. Beszélhetünk akár itt arról is, hogy a digitális világ a gyermekeink életébe annyira beférkőzött, és nincs előttük egy minta, és bennünk szülők előtt sincsen egy olyan minta, amit tudnánk mi követni, hogy hogyan kell bevezetni a gyermekeinket például a digitális világba. És azt mondjuk mi így, idősebbek, fiatalabbak egyaránt azt tudjuk mondani, tehát akik már szülővé váltunk, hogy bennünket a szüleink kézen fogva átvezettek a zebrán, amikor átkeltünk egy forgalmas úton. Megmutatták a helyet az iskola és az otthon között. Ma pedig több mint 3 millió ember közé a világhálóra kiengedjük a gyerekeinket. Azt se tudjuk, kivel beszélnek, mit tesznek és mit csinálnak. Tehát, ha van előttünk egy minta, akkor könnyebb az embernek. Nem tudom, hogy az özvegyasszony előtt mi volt a minta. Talán egy, ami a történet elején van. Tudod, az én férjem félte az Urat. Erre hivatkozott. Ezt mondta az Isten emberének, hogy tudod, mi szeretjük az Isten, tudod, mi tiszteljük, mi hiszünk az Istenben. Ez volt egy olyan hivatkozási alap az életében, amire bizony lehet életet, megújulást, újratöltekezést és fájdalomból való megmenekedést építeni. Hát a megoldás itt kezdődik.
mert hogy Isten őszintességet vár. Őszintességet tőled és tőlem, hogy elmond, hogyha fáj, és akkor is elmond, hogyha izgulsz. Azt is elmond neki, hogyha valami olyan hihetetlen dolog keletkezik és lesz az életedbe, amire olyan izgatottan vársz, hogy tényleg nem tudsz másra sem gondolni. Add elé, ne szégyeld, ne rejtegesd, hanem mutasd meg neki. Itt kezdődik maga a gyógyulás, maga a megoldás. Mi van nálad? Mi van a te házadban? Ha ma ezt tőlünk kérdezné az Isten embere, te mit mondanál? Mi az, ami van nálad a te házadban? Ne feltétlenül olyan kézzel fogható dolgokra gondoljunk. Mondjuk van tehetséged a zenéhez, a színészethez, a versmondáshoz, a kötögetéshez, a műszaki dolgokhoz, akár vezetéshez. Mi az, amihez te értesz? Mi van te nálad? Ezek a talentumok, amiket az Isten adott neked. Lehet, hogy azt mondod, hogy hát szeretek rajzolni, de még nem az igazi. Még kell hozzá valami. Akkor mutasd meg Istennek, és ő kezdeni fog vele valamit. Nézzük csak meg, hogy mit. Azt mondja Elizeus, menj át a szomszédba, és hozz üres edényeket. Na hát ez is milyen furcsa, hogy hát a szomszédoktól kérjek üres edényt, hát az van nekem is. És elment az asszony, engedelmeskedett. Nem úgy kételkedett, kötekedett, mint most én, hogy minek kérjek üres edényeket, mert az van, ment és cselekedte, amit az Isten kért tőle. Hozott edényeket, nem is keveset, ahogyan mondja a Szentírás, és ezekbe elkezdett folyni az olaj. Azt látjuk ebből, hogy Isten pontosan azt fogja megáldani, ami ott van a te életedben, amiben jó vagy, ha az picike, akkor is. Ha jó vagy a töltött káposzta elkészítésében, én hiszem, hogy a család minden hétvégén azt fog kérni tőled. Ha te jó vagy valamiben, ha meg tudsz hallgatni egy barátot, egy barátnőt, egy igaz lelki testvért, ha tudod őt kísérni egy úton, akár a gyászának a folyamatában, akár a rezignáltságában, akár meghallgatod őt, amikor ventillál, te ott vagy mellette is vele, és még szaktudás se kell, csak vele vagy. Lehet, hogy ez a te tehetséged. Kutassuk ki, nézzük meg, hogy mi van nálunk, mi van nálad és nálam, amire az Isten az ő áldását csordultig fogja tudni adni. Lehet, hogy kiváló vagy a gyermeknevelésben, lehet, hogy az idősekhez értesz jobban. Keresd meg, számomra erről szól ez a történet. Mi van nálad, mi van a te házadban? Isten azzal fog megáldani téged. Mert hogy ezt nevezik úgy, hogy kegyelem. Amit nem érdemeltünk, amit nem tudok viszonozni, viszont szükségem van rá. De jó, hogy az Isten ott a bajban megmutatta az ő kegyelmét. Muszáj, hogy elmondjam az egyik kedvenc példámat, a világ egyik legdrágább csipkéjét, a brüsszeli csipkét, egyetlen egy asszony készíti egy sötét helységben. Pici természetes fény világít be csupán arra az öltésre, amit készít. És ott a mélyben valami születik. Ott a mélyben a világ egyik legdrágább csipkéje készül el. Ahogy te ma érzed magad, amire gondolsz, az lesz a következő években. Ötöt mondanak a szakemberek, de ne ragaszkodjunk hozzá. Ahogy te a bajban viselkedsz, ahogy te a bajban ott vagy, ahogy te érzed azt, hogy mi az, ami megmaradt, és még ott van nálad, akkor is, ha azt érzed, hogy megüresedtél, vagy kiüresedtél, Isten megoldást fog adni. Ennek az egyszerű asszonynak egy egyszerű hite volt, ami biztosítást és biztosítékot adott arra. Hát kiálts Istenhez, ha nyomaszt valami, de kiálts akkor is hozzá, ha örömöd van. Utat, példát, mintát ad az Isten nekünk ezzel a történettel. Mert hogy az alaphelyzetben lévő, ami az embernek biztonságot tud adni,
az maga a család. Láthatunk ott szegénységet, és láthatunk ott gazdagságot. Láthatunk hiányt élelmiszerben, alultápláltságot. Láthatunk sokszor szellemi alultápláltságot is egy-egy család életében. De hogy te, amikor baj van, mit teszel? Magadra veszed minden bánatodat, és nem fogsz tudni cselekedni, vagy elfogadod azt a mintát, amit ez az asszony ad nekünk, Elizeushoz, az Isten emberéhez kiált. Testvérek, ez felelősség. Mert hogy mindannyian felelősek vagyunk magunkért, a családunkért, a gyülekezetünkért. Nem ám mindegy, hogy én mit teszek és hogyan teszek. Ez a felelősség, amit Isten neked és nekem adott. Kiálts, ahogyan tett ez az asszony, nyújts ki a kezed, és imádkozzál. És Isten egy olyan irányt mutat ennek az asszonynak, amit te meg én magunktól nem találnánk ki. Hát ez benne a csoda. Hogy sokszor szeretnénk valamit, és nem sikerül. És bosszankodunk miatta. Aztán rájövünk egy idővel később, hogy te jó ég, hát Isten azért nem engedte azt, mert valami jobbat készített. Voltál már így? Éreztél már így? Amit hónapokon keresztül, lehet éveken keresztül szerettél volna, és nem adta meg. És amikor megadta, megérezted, hogy na most érettem meg rá, hogy gyermekem legyen, hogy szerelmes társam legyen, hogy olyan munkahelyem legyen, amit én el tudok végezni. Isten minden pontosan tud, s mér az életünkben. Hozz üres edényeket. Milyen értelmetlen is lehet ez a gondolat. Az emberi ész nem ezt mondaná, hanem teliket hozzál, még többet és még többet. Az emberi ész nem üres edényeket kérne tőlünk. És ez az asszony cselekszik. Feltétel nélkül. És azt a munkát bízza ránk, ami hiszem, hogy a mi munkánk is, mit csinál? Töltöget. Te szoktál töltögetni? Úgy a gyermekedbe erőt és lelket, amikor vizsgázni megy. Mi ebben most nagyon, nagyon jók vagyunk, most ez az időszak, ez most erről szól, mind akik érettségiznek. Te már töltöttél lelket, erőt, bátorítást a feleségedbe, a férjedbe, a barátodba, a barátnődbe. Te már adtál erőt egy ismeretlennek, aki csak annyit mondott, hogy jaj, Istenem. Volt már olyan, hogy valakinek megsimogattad a fejét, és ő azt se tudta, hogy te vagy ott. Egy fehér kórházi ágyon feküdt. Ez az asszony ezt tette, töltögetett. Erről szól az életünk, hogy töltögetünk. Cselekesszük, megcselekesszük azt, amit az Isten kér tőlünk. És Isten kész megtölteni, kész mássá tenni, kész megújítani. Ez egy sajátos út. De neki kell megtennie, ennek az asszonynak, s neked, meg nekem. Ezt az utat nem lehet megspórolni, nem lehet lerövidíteni, hanem meg kell benne élni a mi élethelyzetünket. Kérni, hozni, tölteni. Kérj edényeket, hozz ide, és töltögesd. Ez az egy lehetőség, az összekulcsolt kéz. Menj be a szobádba, s ott imádkozzál, mondja az ige. Ez az asszony az ő imádságában, az ő belső szobájában áttette az ő félelmének a súlyát a gyermekeire. Abban a korban, hogyha valakinek tartozása volt, akkor egyszerűen elvitték a gyerekeit rabszolgának. Ekkora félelem lehetett ebben az asszonyban. Nem volt elég neki a gyász, a nincstelenség, az üres korsó, de tudta, hogy mit kell tennie. És elfogadta a világilag látszólag balga kérést, elfogadta, és megcselekedte. Melegség, megértés, jóság és megbocsátás. Ú, de jó lenne ezeket a szavakat nem csak megtanulni, hanem így élni.
hány és hány terhet, hány és hány gunnyát, kabátot tudnánk magunkról levenni. Hány és hány ember tudna felszabadultan Isten dicsőségére élni. Csak töltögetni és végezni azt, amit az Isten ránk bízott. Én hiszem, hogy én magam is az életemben, családommal együtt ezt teszem. Végezzük, amit az Isten kér. Töltögetünk. Bátorítunk az ő erejével, az ő igéjével, mert hogy mi már megtapasztaltuk azt a megmentő kegyelmet, amit az Isten nekünk adott. Tehát innentől kezdve nem csak kötelességünk, felelősségünk is ezt továbbadni. És közben az Isten elvégzi a csodát. Nem te és nem én, hanem a mindenható Isten. Engedd, hogy munkálkodjon az életedben, és csodákat fogsz meglátni. Olyan sokszor látom, aki mutatja ember, hogy a két kezem munkájával készítettem, építettem ezt a házat, ezt a motort, ezt az autót, családomat, de hogy azon a kézen azok a redők, vagy azok az érdesség, a közben egy csoda született, és te hozzátettél, és az Isten az ő ajándékát és az ő áldását helyezte feléd. És egyszer csak megáll az olaj folyása. Elég. Én hiszem, hogy az Isten megóv bennünket attól, hogy ne pazaroljunk, hogy ne tékozoljunk. Elég. Ahogyan ő mondja, elég neked az én kegyelmem. Megóv bennünket a harácsolástól, a kapzsiságtól, az irítségtől. Hiába vagy irigy egy másik emberre, te az ő terhét nem tudnád elviselni, mert személyre szabottan neked adott elég terhet az Isten. Viszont adott valamit, adott egy kevés olajat, ami ott van nálad, a te házadban. Keresd meg, és az Isten azt fogja megáldani. Adja a mindenható Isten, hogy így tudjunk kiáltani kinyújtott kézzel és imádsággal Isten felé. És ő az áldásával ott lesz a te belső szobádban. Kérjetek, és adatik. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te bátorításodat. Köszönjük neked, hogy egy példát adsz elénk, hogy a bánatunk, a fájdalmunk, a nehézségünk, az életünk közepette. Hová induljunk, hová forduljunk, mit cselekedjünk? Urunk, olyan jó, hogy e zsinór mérték se példák szerint a Szentírásból tudjuk élni az életünket. Köszönjük neked, mennyei felség, az életünk apró csodáit, ezt a sok kisbabát, akik most itt vannak a templomban, családokat, gyülekezetet, barátokat. Istenünk, hálát adunk neked, hogy szólhatott ma az ige. Kérünk téged, hogy hadd vigyünk el belőle egy szót, egy mondatot, s forgassuk tovább a szívünkben a hét következő napjaiban. Arra kérünk téged, mennyei felség, hogy te legyél mindazokkal, akik betegek, kórházban vannak, akiket elfogott valamilyen nehéz fájdalom, gond. Urunk, kérünk, hogy te légy velük, te légyél gyógyítójuk. Imádkozunk hozzád, mennyei felség, a sokakért. Köszönjük neked, hogy ma a Nemzeti Összetartozás napján emlékezhetünk a nagyra, a sokra. De, Urunk, megköszönjük neked a kicsit, amire tudjuk, hogy a te áldásodat adod. Így kérünk téged, hogy légy velünk az elkövetkezendő héten, gondolatainkkal, szívünkkel. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt, testvéreim, az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, énekeljük válaszként Urunk hívó szavára
a 291. dicséret 3 versét. Első verse így kezdődik a 291. éneknek, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Hosszas tanakodás után főgondnok úrral megegyeztünk. Szót kaptam. Áldást, békességet kívánok mindenkinek, őszinte szeretettel. Ezúttal köszönöm meg lelkipásztor asszony ige szolgálatát. Címből kívánunk mi is minél több üres edényt, töltögetés továbbra is életében, családjában, gyülekezetben. Ha Isten megsegít bennünket, előttünk álló héten a megszokott rendszerint megtartanánk igei alkalmainkat. Holnap hétfő este tanástermünkben bibliaórát tartunk, szerda este 6 órai kezdettel tartjuk az esti áhítatunkat. Jó szívvel hívunk és várunk mindenkit. Nyári időben nem tartunk gyermekfoglalkozást, de szeretnénk tartani gyermekmegőrzőt. Jelzem minden kedves szülő számára, hogy itt a szobában van gyermekbabaszoba is, járókával, tipegővel, tiszta szőnyeggel lehet nyugodtan az egy gyermeket, és ott, amíg a Isten tisztelet tart, ott nyugodt lélekkel lehet foglalkozni a gyermekkel. Egy személyes kérést kívánok tolmácsolni.
Az Őrbottyáni Egészségügyi Gyermekotthon református keres munkatársakat. Nem könnyű munka, jól tudjuk. Ott gondoznak sok fogyatékos gyermeket, fiatalabbakat, kicsiket, egészen kicsiket. Kevés a munkás. Alattivaló sok, kevés a munkás. Aki tudna valakit, aki oda szívesen elmenne. Nem muszáj és nem kizáró oka szakképzettség, lehet képzettség nélkül is, állásként lenne mindez, fizetéssel, meg ezen. Tehát helyszín Őrbottyáni református egészségügyi otthon, ilyen szempontból is. Én csak a megszokott lelkészválasztási dátumokat sorolom, mint az utóbbi időben majdnem mindig. Tehát június 11-én Csákai László, nagy tiszteletes úr, tehát a jövő héten ő fog igét hirdetni. Rákövetkező héten 18-án Kovács Tamás, és 25-én, tehát EHO 25-én pedig tartjuk a lelkész választást. Az alkalom után, ige hirdetés után pedig a tanácsterembe mennénk le, és ott meghallgatjuk nagy tiszteletű Antal Marian bemutatkozó beszámolóját. Böszörményi Gergőt szeretném egy pillanatra kihívni, hogy hirdessen ő is. Szokás szerint, mondom ezt, jó lehet a pandémia alatt kimaradtak a koncertisten tiszteleteink a MIPA-ban, de most tavaly már megtartottuk, és az idén is. A fesztiválon is túl vagyunk, a Református Zenei Fesztiválon, sikeres fesztivál volt, és jövőre az is folytatódik, de most július 1-ére hívnám föl a figyelmet. Már több mindenki megkapta ezt a szórólapot az elmúlt két hétben, de most elmondanám szóban is, hogy miről is van szó. A református énekes könyvünk énekeit dolgoztuk fel 19 éven keresztül, ez az idei pedig már a 20. Megjelent az új énekes könyv, és az idei évben az új énekes könyv, kizárólag az új énekes könyv 16 új éneke fog elhangzani. Tehát olyan, ami a korábbi énekes könyvben egyáltalán nem volt benne. Ezzel is próbáljuk segíteni természetesen a CD és a DVD megjelenésével a kórusokat, a karnagyokat, az iskolákat és a híveket, akiket esetleg ez megérint, hogy hogyan is kell énekelni ezeket az éneheket. Énekel a Kárpát-medencei Egyesített Kórus, karnagyok Arany János, Berkesi Boglárka, az itteni kántor, Erdélyi Dániel és Parola Csaba Dunántúlról. Orgonánál dr. Szabó Balázs játszott már a református énekek sorozatban Balázs, és gyönyörű, amit ő kíséretként és improvizációként hozzá tud adni ezekhez az Isten dicséretekhez. Jegyeket lehet vásárolni a mi cégünknél, a Stereo Kft-nél, a Zeneakadémia pénztárában és a jegy.hu internetes oldalon. 3, 4, 5, 6 ezer forintos jegyek vannak, még jegyek, érdemes figyelni rá. A hír és a nagy hír az, hogy nem a MIPA-ban lesz az idén a református énekek koncert Isten tisztelet, hanem a Zeneakadémia dísztermében. Nagyon sokan nosztalgiával emlékszünk arra, hogy az első 5 évet ott tartottuk, és sokan mondták, hogy már csak ezért is szívesen eljönnek, hogy megint a Zeneakadémián hallgassák Isten dicséretet énekben. És nagyon fontos, hogy a 4 zenei blokk elején, mitől Isten tisztelet, a 4 zenei blokk elején elhangzik egy bibliai íge, amit a Kárpát-medence püspökei közül 2 fogja majd felolvasni. A végén, a blokkok végén a közönség együtt énekel a nagy kórussal. Érdemes nézni, a honlapon már megjelent az énekrend és a bibliai igék. Érdemes nézegetni az éneheket és tanulni az énekes könyvből már most készülni arra, hogy szépen szóljon majd a 800-900 fős nagy kórus, amikor a közönség, a gyülekezet együtt énekel a kórussal. És a végén Steinbach József dunántúli püspök úr imádkozik, és áldással bocsájt el bennünket. Erre hívok szeretettel mindenkit július 1-én a Zeneakadémiára. Most pedig Isten tiszteletünk végén a 249. dicséretet énekeljük, első 4 verse után majd az 5. fennállva énekeljük. A 249. ének így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Áldásvétel előtt imádkozzunk népünkért és nemzetünkért a himnusz szavaival. Most pedig fogadjátok az áldást. Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.